Ebben a mostani videóban a tejjel kapcsolatos negatív testi reakciókról, problémákról, allergiákról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Ujjai Szabolcs Zoár. A két leggyakoribb probléma a tejjel kapcsolatban a laktózintolerancia és a kazein allergia, vagy másik nevén a tejallergia. A kettőn kívül jelentkezhetnek más negatív tünetek is a szervezetünkben, elsősorban a tömegtermelésből származó tejtermékek fogyasztása esetén, vagy a sokszorosan feldolgozott tejtermékek miatt, melyek oka a teheneknek adott hormonok, a GMO-s és a vegyszertartalmú takarmány, illetve a kíméletlen módon feldolgozott tej. A tejtermékekben lévő laktóza cukor, míg a kazein a tejben lévő egyik fehérje. A tejben lévő fehérje kb. 80%-a kazein. A tejben lévő másik fő fehérje, a tejsavó fehérje, ezzel szemben is gyakran alakul ki allergiás reakció. Ebben a videóban inkább a kazein allergiáról lesz szó. A tejsavó allergia is nagyon hasonló, tehát ugyanazokat a megoldásokat alkalmazhatjuk. A laktózintolerancia egy enzim probléma. A testünk nem tudja lebontani a laktózt, mert nincs a szervezetünkben elegendő laktáz enzim, míg a kazein allergia során a testünk a tejfehérjét allergénként fogja fel, tehát ez egy valódi allergia, míg a laktózintolerancia egy enzimhiányos állapot. Nagyon sok közös tünetük van, illetve a tüneteik más emésztőrendszeri problémáknál is előfordulnak, így nem olyan egyszerű annak megállapítása, hogy mi is a probléma. Bélgázok, puffadás, hasi fájdalmak, hasmenés gyulladások mindkettőnél előfordulnak, kazein allergia esetén bőrkiütések is lehetnek. A kettőt egymástól egyszerűen úgy tudjuk megkülönböztetni, hogy elfogyasztunk valamilyen laktózmentes tejterméket, és ha még mindig fennállnak a tünetek, akkor nagy valószínűséggel kazein allergiánk van. Ezekből a különböző emésztőrendszeri tünetekből nem biztos, hogy azonnal jelentkezik mindegyik, amikor elfogyasztjuk a tejterméket. Lehet, hogy eltelik fél óra, egy óra, mire megtapasztaljuk őket, ezért is sokszor nehéz beazonosítani a problémát. A laktózintolerancia kialakulhat antibiotikumok szedése után, ha valamilyen károsodás jelentkezik a gyógyszerek hatására a belegben. Okozhatja hosszú ideig fennálló immungyengeség, jelentkezhet autoimmunbetegségek alatt is, illetve idősebb korban is kialakulhat, mivel idősebb korban csökken az enzimek szintje, így a laktózlebontó laktázenzimé is. A laktózintolerancia kialakulása sok esetben egy fokozatos folyamat, évről évre erősödik az ellenreakció a szervezetünkben. A kazeinből kettő fajta van, egyfajta kazein van a tehéntejben, ez genetikai mutáció következtében jött létre, a marhák több évezredet tartó tenyésztése, nemesítése következtében, és egy másik fajta kazein van a juh, illetve a kecsketejben, ez az A2-es kazein. A kazeinből általában csak a tehéntejben lévő kazein esetén jelentkezik allergia, tehát kazein allergiásoknak az első megoldási lehetőség az a kecsketej vagy a juhtejből készült termékek fogyasztása lehet, például kecskesajt, fetasajt, kecskejoghurt, jutúró. A kecske és juhtejet tartalmazó ételek a laktózintoleránsoknak nem jelentenek megoldást, mert ugyanúgy tartalmaznak laktózt, mint a tehéntej. A gívajat tudjuk laktózintolerancia és tejallergia esetén is fogyasztani, mert a gívaj egy olyan vaj, amiben már csak a zsír maradt, el van belőle távolítva a fehérje és a szénhidrátnak a nagy része is. A második javaslat minden laktózintolerancia, mint kazeinallergia esetén, az a probiotikum pótlás készítményekkel, tehát keresni egy vagy akár több jó minőségű probiotikum készítményt és azt nagy dózisban pótolni. Laktózintolerancia esetén a probiotikumok abban segítenek, hogy újra megnőjön a belegben a hasznos baktériumok szintje, amelyek a laktáz enzimet termelik, így lesz több olyan enzim, amely a laktózt lebontja, tehát kevesebb lesz az ellenreakció. A legjobb baktériumtörzsek erre a célra a Bifidobacterium longum, a Lactobacillus acidophilus, Rhamnosus és Lactis. Kazeinallergia esetén is meg tudják változtatni a probiotikumok a bélflórát, így a testünk fokozatosan jobban tudja tolerálni a kazeint. A hasznos baktériumok számát a belegben növelhetjük növényi erjesztett ételekkel is, mint például savanyú káposzta,
kovászos uborka vagy kombucsa rendszeres fogyasztásával. Laktózintolerancia esetén segíthet a laktázenzim is pluszban, mely kapszulaformában vihető be elsősorban. Lehetséges, hogy társul a laktózintoleranciához másfajta enzim probléma is, tehát nem csak a laktóz okoz gondot, ilyenkor szedjünk a laktázenzimmel együtt enzimkomplex készítményt is. Itt ajánlom a figyelmedbe az Enzima Plus-t, amely 14 féle hatóanyagot tartalmaz, emésztőenzimeket, betain hidrokloridot és gyógynövény kivonatokat. Arra lett kitalálva, hogy az ételek jobban hasznosuljanak az emésztés során, így kevesebb legyen az ellenreakció a testünkben. Tejallergia esetén a laktázenzim nem megoldás, viszont az emésztőenzimek és a betain hidroklorid segíthetnek. A gyomor savasításával, az ételek jobb lebomlásának elősegítésével csökkenthetnek egyes esetekben a tünetek. Mind laktózintolerancia, mind tejallergia esetén érdemes a szüretlen almaecetet is fogyasztani, vagy ami egyszerűbb, az almaecet kapszula étkezések előtt és közben. Az almaecet is nagyon jól tud javítani az ételek lebomlásán, hatására csökkennek az ellenreakciók a szervezetünkben. A következő lehetőség, amivel elsősorban tejallergia esetén javíthatunk az állapoton, azok a gyógynövények, amelyek az allergiás reakciók gyorsabb lefolyását, illetve enyhülését segítik. A legjobbak erre a célra a gyömbér, a csalángyökér, a homoktövis, az orvosi pemetefű és a főként a bogyós gyümölcsökben megtalálható kvercetin. A gyömbért lereszelhetjük, és hűsítő italt készíthetünk belőle, a csalángyökérből és a pemetefűből teát, a homoktövislevet bármikor fogyaszthatjuk, egy 2-3 onnyit öntsünk a pohárba, vagy öntsük fel egy kis vízzel, adhatunk hozzá pluszban még tőzegáfonya levet, esetleg almaecetet is, kiváló bioaktív C-vitamin tartalmú italt kapunk. Sokat segíthet az allergiás reakciók mérséklésében. Bevethetjük a homoktövis magolajat is tejallergia esetén. A kvercetint pótolhatjuk kapszulaformában, vagy ami még jobb, azok a flavonoid koncentrátumok, melyek nagyobb adagot és jobban hasznosuló kvercetint tartalmaznak. Az ötödik lehetőség pedig az immunrendszer általános erősítése. A különböző ételallergiák alapoka a gyenge immunrendszer, melynek hátterében sok minden állhat, az életkorunk, az életkörülményeink, a tápanyagszegény táplálkozás, de a környezet, illetve a mesterséges sugárzások is gyengítik ugye az immunrendszert. Az immunrendszer erősítésére az egyik legjobb módszer az időszakos bőtölés, a napi étkezések számának lecsökkentése, mondjuk 2-re, vagy akár 1-re. Ha nem eszünk, a testünk át tudja csoportosítani az energiát a nyomortól, a belektől más funkciókhoz, például az immunrendszerhez, el tudja távolítani a nem kívánatos sejteket. Nagyon jó immunerősítő a méhpempő, melyből mindig friss, tiszta változatot fogyasszunk, melyet hűtőben kell tárolni. Hatékony immunerősítők még a mikroalgák, spirulina, klorella, kelpalga, a fertőzésekkel szemben baktériumok, vírusok, paraziták, gombák, pedig nagyon jó az ezüst kolloid, a grapefruit magcsepp, a propolis, az olajfalevél és a fekete bodza. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érint, akiket érdekelhet a tejallergia vagy a laktózintolerancia. Kíváncsi vagyok a saját tapasztalataidra is, ha vannak, írd meg a hozzászólásokba, mert ezzel másoknak is tudsz segíteni. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!